világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Színed elé járulok, Uram, ne rejtsd el orcádat előlem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglalja el a helyét a gyülekezet, és énekeljük tovább a 167. dicséretünket. A 167. dicséretnek mind a három versét énekeljük el. A 167. dicséret első verse így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Isten tiszteletünk és közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk a Márk evangéliumának második részéből, a második rész első 11 verséből. Az ige felolvasását a gyülekezet leülve imádságos szívvel hallgassa meg. A Márk evangéliumának második részéből így szól hozzánk Istennek szent igéje. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, aki négyen vittek, mivel a sokasság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyben a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához, Fiam, megbocsájtottak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsájthat meg bűneket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsájtattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt azonnal, felvette az ágyat, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, ez Istennek a mai napra hozzánk szóló igéje, és hogy az igének ne csak hallgatói, hanem annak befogadói, és majd a gyümölcsöt termé is legyünk. Ezért jöjjetek hát, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálaadással borulunk le előtted, és megköszönjük neked a mögöttünk lévő hétnek minden ajándékát. Köszönünk minden percet, amit veled tölthettünk, köszönjük az imádkozásnak lehetőségét, és köszönjük azt is, hogy kapcsolatban lehettünk veled. Köszönjük, hogy minden nap kenyerünké vált a te igéd, és világossággá, amellyel tudtad mutatni a mi számunkra a helyes utat. Most azért mégis leborulunk előtted, és kérünk téged, bocsáss meg bűneinket. Hogyha most is egyedül éreztük magunkat, mert nem kerestünk téged. Bocsáss meg azt is, hogyha tanástalanok maradtunk, és erőtlenek voltunk, mert hiával voltunk az ismeretnek, a veled való közösségnek, annak a bizalomnak, amely te benned és te általad adatik a hívő ember számára. Köszönjük, hogy most jöhetünk hozzád, és bízhatunk abban, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizetsz nekünk álnokságaink szerint. Kérünk, Urunk, tekints nyomorúságainkra, és aszerint ajándékozz meg bennünket élő hittel és felülről való áldással, hogy kinek éppen mire van szüksége. Tudjuk azt, hogy ez a világ sóvárogva vár téged. Így vágyakoznak a gyógyulás után vágyók. Így keresnek téged azok, akik hiával vannak a közösséggel, és nélkülöznek
légy az ő társuk. Légy útmutatója mindannyiunknak, és légy reménységgé, bizodalommá és hitté. Adj nekünk figyelmes szívet most, hogy igédet meg tudjuk hallgatni, be tudjuk fogadni. Add, hogy a te szent lelked győzzön meg bennünket minden igazság és bűn dolgában. Teremts bennünket újjá, Urunk, hogy téged dicsőítő és áldó életekké válhassunk. Hallgass meg bennünket, Urunk, könyörgésünkben, imádságunkban. Szent nevedért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 225. dicséretnek az 5. versét. A 225. dicséret 5. versét énekeljük. Ez így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, az egy igazságot. Közben a gyermekek átvonultak gyermek istentiszteletre a gyülekezeti házba, mi pedig hallgassuk Istennek igéjét és annak magyarázatát. Olvasom ehhez a Filippi beliekhez írott levélnek 3. részéből a 7. és 8. verset. A gyülekezet ülve, figyelmes szívvel hallgassa Istennek igéjét. A Filippi beliekhez írott levélnek 3. részéből, annak is a 7. és 8. verséből így szól hozzánk Istennek szent igéje. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai istentiszteletünkön. Nyári csendes heteket tartunk a gyülekezetünkben, így vagyunk utána a gyermekcsendes hétnek, és készülünk arra gyülekezeti családi hétre, amelyet elutazással közösen együtt fogunk majd tölteni. Isten így gyógyít bennünket, és így ad közösséget mindannyiunk számára, és ennek a közösségnek a szép példája és jele az, amikor alkalomról alkalomra, hétről hétre együtt lehetünk Isten tiszteleten. Isten magához emel, fölemel bennünket, mert ő a mi erősségünk. Isten szól hozzánk, mert vigasztalunká akar lenni. Jelenlétével, szent lelkének erejével ki akarja tölteni elménket, szívünket, életterünket, mert gyógyítónká akar válni. Isten előttünk jár, így hozott bennünket ide erre az Isten tiszteletre, előttünk jár, és várt is bennünket ezen a mai alkalmon, mert útunká akar lenni. Hogy ebben a kusza világban és életben, a hétköznapokban is legyen valami fény és világosság, útjelző, útirányjelző a mi számunkra, amely mutatja az igazság, az élet felé vezető utat.
Így vagyunk együtt. Azért kell ennek így lenni, hogy Istennel találkozzunk, és hogy emeljen bennünket, mert a költő József Attila is megfogalmazza ezt az életérzést, amelyet sokszor élünk és tapasztalunk az Isten nélkül. Így mondja a költő. Emelj magadhoz, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Emelj magadhoz, Istenem. Teremts alkalmat. Szólj hozzám. Nyisd meg szádat a szóra. Nyisd meg a szívemet az értésre, az elfogadásra. És olyan jó, hogyha mi lelkünk mélyén, bensőnkben tudjuk idézni azokat az igéket, visszhangozni tudnak Jézusnak szavai, amelyeket így mond nekünk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást, vigasztalódást adok a ti számotokra. A Márk evangéliumából olvastam föl egy történetet, amit a következő napokban fogunk olvasni a református bibliaolvasó kalauz szerint. De most mégis Isten egy kicsit hamarabb elénk hozta. Ezt azért tette, mert ezen a mai Isten tiszteleten arról akar bennünket meggyőzni, hogy mi nekünk nem kell árvának lenni, és nem kell kegyetlenségbe, a hiába valóságba sodortatva tengődnünk ebben a látható világban. Igenis, hitre juthatunk, bűneinkre kaphatunk bűnbocsánatot, megigazulhat, megszentelődhet az emberi élet. Sokan voltak és vannak ma is, akik keresik Isten igazságát. Lelkipásztorként, teológusként sokan vannak, akik próbálják az embereknek oda élni, bebizonyítani, hogy Isten van és létezik, és hogy tud és akar rajtunk segíteni. Az elmúlt évtizedekben és évszázadokban sokféle próbálkozás volt arra nézve, hogy valamilyen formáját mutassa az ember a bizonyítási eljárásban, hogy Isten van, hogy érdemes és lehet hinni. Sokszor így gondolták, majd bebizonyítjuk, hogy van Isten, és hogy van hit. Úgy gondolkodott az ember, mintha valamilyen számtan példát akarna megoldani. És bizonyítások sorozatát állította, és tételeket fogalmazott meg. Azonban, szeretett testvéreim, a győzködéssel, a bizonyítással nem jutunk egyről kettőre. Nem elég hozzá csak az értelem, az Isten hithez. Nem elég az az ismeret, amelyet mi életünk, éveink során csak úgy fölveszünk és összegyűjtünk. Az Isten szent lelkének munkájára van szükség, mert úgy születünk erre a világra, ahogyan a Szentírás mondja, bűnben fogantatunk és bűnben születünk, és ennek a bűnnek a tulajdonsága a tagadás. Így születünk. Minden emberi élet és lény így ebben gondolkodik, ebben jár, és ebben viaskodik. Tagadás és hiába valóság jellemzi erre a világra született embert. A baj az, hogy tagad az ember, és sokszor nem is akar, mert nem is tud hinni. És éppen ezért nem a meggyőződés az, amely fontos, hanem az, hogy Isten megszólítson bennünket, hogy eltaláljon minket egy igehallgatásban, egy Isten tiszteletben, egy igeolvasásban, egy történésben, ahogyan ő cselekszik ebben a világban. A meggyőződés hiánya ott van a szívünkben, de leginkább az tapasztalható, hogy inkább szeretjük a bűnt, a világot, mint Istent. Azonban, szeretett testvéreim, egy örömhír, egy jó hír itt van a Szentírásban, előttünk van. Aki akar hinni, aki keresi az Istennel való közösséget, az tud is hinni. És egyszer csak át és megváltozik az ő élete.
ez a világ, amelyet mi magunk körül látunk, amelyben futunk, rohanunk, küzdünk és hajtunk, egy hatalmas nagy képeskönyv. Ez a világ, az amelyről így mondottuk, hogy egy képeskönyv, csodálatos módon beszél Istenről. Csak erre érzékenynek kell lenni. Ki kell, hogy nyíljon a szemünk és a szívünk. Meg kell, hogy lássuk Isten csodálatos munkáját magunkban és magunk körül. Páratlanul emelkedik ki a világ történéséből, az emberi életek sokasságából Jézus Krisztusnak a személye, aki 2000 esztendővel ezelőtt erre a világra jött, mint küldött és mint megváltó, az a fiú, aki érettünk önmagát adta, hogy bűneinkből kiszabadítson és új életre állítson rá. Isten Jézus Krisztus jövetelével megvalósította azt a programot, amelyet a teremtés hajnalán fogalmazott meg, és olvashatunk is a Bibliában, a Szentírásban, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten a kezdet kezdetén megformálta az embert, a föld porából megalkotta az embert, és értelmet, szent lelket adott az ő számára, megteremtette Isten az embert. Azonban ez a teremtésbeli vonás, az Istennel való közösség, amelyet így szoktunk jellemezni, szentség, szeretet és igazság, ez eltorzult. Az engedetlenség nyomán eltávolodott az ember Istentől. Sokszor szoktuk használni ezt a fogalmat, ezt a szót, az Istentől eltávolodott ember embertelenné vált. Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünket kihívjon a bűn sötétségéből a világosságra, a hiába valóságról az értelmes életre. Azért jött Jézus Krisztus, hogy megváltson bennünket, és új életet adjon mindannyiunknak. Embertelen emberekből emberek lehetünk. Érzékeny, Istennel közösségben élő, és egymást segítő, egymást szolgáló emberekké válhatunk. Így akar bennünket Isten ebben a földi életben átformálni, meggyőzni és újjáteremteni. A Márk evangéliumának második részében erről a teremtésről van szó. A nyomorúságban élő ember meggyógyul, megvigasztalódik, hitet nyer, támasza lesz Isten, új életben kezd járni. Csoda történik vele, másképpen kezd gondolkodni. Hadd ne soroljam tovább, mert a végtelenség lehetne mondani azt, ami minket jellemez, és ha valamilyen változás történik az életünkben, akkor el tudjuk mondani, hogy mi volt a múltban, és mi van most a jelenben. Minden emberi élet és emberi sors a maga módján tudja ezt megfogalmazni és elénk adni. Így szoktuk ezt hívni, bizonyságtétel, beszámoló, egy életrajz, amely bemutatja az ember változását, növekedését és azokat a csodálatos fordulatokat, ami az Istennel való közösségben történik meg. Előttünk van tehát ez a történet, az emberré válásnak a története. Itt a Márk evangéliumában egy guta ütöttet visznek négyen Jézus Krisztus elé. Hallották ezek a barátok, hogy Jézus ott jár éppen Kapernaumban, és egy helyen, egy házban, egy otthonban, egy hajlékban tanít. Olyan sokan voltak ott, hogy már az ajtón sem lehetett beférni. De ezek a barátok igen jó szándékkal voltak felvértezve, és azzal a meggyőződéssel, azzal a hittel, hogy itt olyan valaki van, aki tud és akar segíteni, ezért minden akadályt félretesznek. Gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne az ő barátjukat meggyógyítatni, megerősítetni. Ez volt az ő ambíciójuk.
Ez volt az ő életérzésük és elgondolásuk. És ezért megfogták ennek a beteg barátnak az ágyát a négy sarkánál, és viszik. Fölvitték a tetőre, ott a palesztin vidéken jellemzően ilyen lapos tetők voltak, a házak teteje lapos volt, arra fölmentek, és kibontották annak háznak a tetejét, csak hogy oda a ház közepébe, Jézus elé leereszthessék a nyomorúságban, hiába valóságban tengődő barátjukat. Reménység volt a szívükben, hogy valaki tud és akar segíteni. És ezért veszik föl, ezért emelik föl az elesettet. Mert ők valami többet tudnak, meg több lehetőségük is van ahhoz, és arra nézve, hogy magukon kívül másokat is emeljenek, vigyenek és vezessenek. Hitük előtt nem volt akadály. Még az sem, hogy később talán valamilyen eljárás folyik ellenük, mert itt bizony a tető megbontásáról van szó, talán egy kis kárt is okoztak. Nem számított, csak az, hogy a gyógyulás megtörténjen. Hogy Jézus Krisztussal találkozzon az, aki elveszett, aki eddig csak rohant a világban, aki azt mondta, hogy már nem bírom tovább. Csak találkozzon Jézus Krisztussal az, aki csak önmagára tekint, vagy éppen mindig a hétköznapokban tud gondolkodni, és soha nincs ünnep a szívében, az életében, mert elhomályosodott az elme, és olyan homályos a látás, amelyen nem látja tisztán a maga életének értelmét, lényegét, nem látja hitvestársát, nem látja a gyermekeit, a szüleit, nem lát senkit, mert önmagába fordult élet. Ezek a barátok azonban többet láttak, és arra gondoltak, hogy itt időszerű a segítség. Oda vitték tehát Jézus elé, és íme az, aki tud és akar segíteni, elkezd gyógyítani, elkezd tanítani, szólni. Ahogyan megnyilatkozik Jézus Krisztus, azonnal csoda történik. Változás történik a hallgatóság szívében, gondolatában, és változás történik azoknak, annak az életében, aki addig beteg volt. Így szólt Jézus. Fiam, megbocsájtattak a te bűneid. Voltak ott olyanok, akik azonnal elkezdtek érvelni és okoskodni azon, hogy mit is mondott Jézus Krisztus. Mit mondott, miről beszélt, hogyan beszél ő. A 7. versben erről olvasunk. Elkezdenek vitatkozni. Mondhat ilyet? Megbocsájtattak az ő bűnei? Hát ilyet csak Isten mondhat, ő pedig kicsoda. Minek gondolja, kinek gondolja magát? És Jézus kérdezi őket, miért tanakodtok így a ti szívetekben? Miért? Nem mondhatjuk, nem mondhatom. És Jézus erre nagyobbat mond. Méghozzá ez a nagyobb az, amelyet az ember fel sem tud fogni, amelyre mi mindannyian meg szoktunk döbbenni, és kétségbe szoktunk esni akkor, amikor a csoda megtörténik. Jézus mondja, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. És nem csak, hogy mondja Jézus, de ennek következményét az erre történő reakciót is láthatják és tapasztalhatják. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Mi imádságban kiáltunk mindenkor Istenhez. Talán egy kicsit többet imádkoztunk az elmúlt hetekben, vagy hónapokban, vagy az elmúlt esztendőben,
mert világméretű baj támadt és adatott felénk, és oda, a mi otthonunkba, a mi életterünkbe. Kértünk, imádkoztunk. Aztán gyermeki szívek is imádkoztak. Könyörögtek talán azért, hogy legyen egy kis kikapcsolódás. A sok munka után, tennivaló után legyen pihenés. A fiatalok imádkoztak és imádkoznak azért, hogy legyen jövőképük, reménységük a holnappal kapcsolatban. Az idősek imádkoznak talán a gyermekekért, a fiatalokért, és azért, hogy Isten még egészségben tartsa meg őket itt közöttünk, ezekben az években, vagy éppen évtizedekben. Imádkozunk mindannyian. És talán el sem tudjuk képzelni és gondolni, hogy erre jön a válasz, jön a felelet. De Isten imádságot meghallgató Isten. És ő válaszol. És mi ezen a ponton szoktunk elbukni. Amikor Isten cselekszik, csodát tesz, akkor egy kicsit visszahőkölünk, és megijedünk. Kétségbe esünk attól, hogy a láthatatlan Isten valóságos személyként ott van az életünkben, az életterünkben. Szeretett testvéreim, csodák már pedig vannak, Isten cselekszik ebben a világban. És a csoda az, amit mi nem tudunk átgondolni és átlátni, de mégis megvalósul. Isten ad közösséget, ad jelent és ad holnapot, ad munkánkra áldást, ad olyan bűnbocsánatot, amellyel mi is meg tudunk bocsájtani másoknak. Szóba elegyedik az ember a másikkal, közösséget vállal, megtörténik a kézfogás, megtörténik az, ami addig elmaradt. Ilyen apró, vagy éppen nagy csodák történnek az ember életében. Szeretett testvéreim, itt ez a történet az elesett ember képét állítja elénk. A gutat ütött ember tulajdonképpen arról az emberről szól, aki tehetetlen ebben a világban, aki Isten nélkül él. De hogyha oda kerülünk Isten közelébe, akkor ő mindjárt megragad bennünket, megszólít, megérint, újjáteremt, és új életre hív és vezet mindannyiunkat. Az Istennel való közösségben megtörténik a csoda, és megtörténik a változás. Olyan jó lenne, hogyha így mi mindannyian engednénk, hogy Isten elkezdje a munkát a mi életünkben, a mi szívünkben. Mit jelent az nekünk, neked és nekem a mai napon, ebben a jelen való világban, hogy Isten belép és elkezd munkálkodni, elkezd új életre vinni és vezetni? Éppen egy ilyen ige hirdetés. Éppen az, amikor most egy kicsit megállunk és elcsendesedünk. Átgondoljuk mindazt, ami már talán a múlté, átgondoljuk a jelent, és reménykedő szívvel nézünk a holnap, a jövendő felé. És ebben a csendben mindannyiunk számára a bűnbocsánat ajándékát kínálja és adja, hogy ezzel a bűnbocsánattal élve járhassunk és lehessünk egymással testvéri közösségben és szolgáló életként Isten kezében. Jézus Krisztus a legnagyobb csoda ezen a világon. Ő ott volt a kereszten, akit szintén vittek, de nem azért, hogy segítették volna az ő útját, hanem azért vitték a keresztre, azért vittük a keresztre, hogy őt életét adja érettünk. Megtöretett testével és kiontatott vérével önmagát adta mindannyiunk bűnéért, hogy megváltson bennünket a jelen való gonosz világból. Ő onnan a keresztről érted és értünk imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
És az az ember, aki ezt az imádságot meghallotta és meghallja, az új élet ajándékának részesévé válik. Nem a fülünkkel, nem a szemünkkel és értelmünkkel kell hallani ezt az imádságot, hanem a szívünkkel. Sőt, Jézus még korábban így imádkozott a főpapi imában: Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy tartsd meg őket. Mi is a megtarthatás emberei, gyermekei lehetünk. Jézus Krisztus akar bennünket ebbe az új életbe átemelni és átvinni, hogy valóban néki élő, ő dicsőítő életek lehessünk. És ezért imádkozzuk majd mindjárt ezt a szép éneket, a 460. dicséretnek az 5. versét, amely ezt a kérést fogalmazza meg: amint vagyok, nincs semmi gát kegyelmed, mit ne törne át, hadd bízza lelkem rád magát, fogadj el Jézusom. Így legyen mindannyiunkkal most és mindörökkön örökké. Amen. Az imént idézett énekkel válaszoljunk Isten megszólító szavára. Énekeljük tehát a 460. dicséretnek az 5. versét: amint vagyok, nincs semmi gát. Örökkévaló Istenünk, dicsérünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük azt, hogy újjánteremtő akaratoddal és erőddel munkálkodsz mi bennünk és mi közöttünk. Köszönjük azt is, hogy nem az értelmünkkel, nem a teljesítményeinkkel ragadhatunk meg téged, hanem a te szent lelked jön elénkbe, és nyitja meg szívünket, értelmünket az értésre, a hallásra, és a te szent lelked ereje az, amely újjá formál, újjá terem bennünket a veled való közösségre. Köszönjük, Urunk, a legnagyobb ajándékot, a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy őt adtad nekünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kérünk téged, ajándékozz meg azzal a hittel, amely nem holt hit, amely mer és akar te utánad járni, téged magasztalni. Segíts bennünket abban, hogy napról napra elfogadhassuk a tőled érkező ajándékokat, és örömmel, hálaadással elfogadva azt tudjuk oda tárni szeretteink elé. Így kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket azzal a szeretettel és békességgel és reménységgel, amely nem szégyenít meg bennünket. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket a vigasztalásnak erejével. Légy a mi gyógyítónk, légy a mi segítségünk. Könyörgünk, Urunk, az otthon lévőkért, áld meg őket. Légy a magányosakkal, az árvákkal, légy az ő társuk. Urunk, könyörgünk a kórházban lévőkért, áld meg őket, adj gyógyulást az ő számukra, és imádkozunk a családtagokért, azokért, akik reménykedő szívvel kiáltanak hozzád, bátorítsd meg az ő szívüket és értelmüket. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezeteinkért, áld meg azokat, akik szolgáló életet élnek, erősítsd őket, hogy az igazság ösvényén, útján járva tudjanak téged odaélni,
világ számára. Imádkozunk városunkért, népünkért, nemzetünkért. Éppen akkor, amikor olyan sokféle megpróbáltatás ér bennünket, tarts meg bennünket, Urunk, hogy valóban a felülről kapott igazság és szeretet legyen az, amely hitelessé és értelmessé tudja tenni minden tettünket és cselekedetünket. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy Te mindent lehetővé tettél arra nézve, hogy Téged követve, Téged magasztalva járhassunk, és magasztalhassuk a Te háromszor szent nevedet. Kérünk, hogy ebben segíts mindannyiunkat, áldj meg bennünket most és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyáink, kék vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a kedves testvérek gyülekezet számára az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Isten. Most pedig foglaljátok el helyeteket, és hallgassuk meg a fiataloknak a szolgálatát.
Köszönjük szépen! Hirdetem alkalmainkat, szeretett testvéreim, ezen a héten a szokott rendben és időben lesznek majd Isten tiszteleti és bibliaórás alkalmaink. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 1 órakor Kovácsné Szűcs Ilona könyvbemutatója lesz a gyülekezeti termünkben, az Irodalmi Rádió szervezésében. Előadók lesznek még Zsoldos Adrien, Kardos Katalin, valamint Balázs Zsófia nőtestvérünk. Ezt követően szeretett vendégségre kerül sor itt a gyülekezeti termünkben, amely a Templom utca 18 szám alatt található. A Reformátusok lapja megérkezett, az a bejáratnál átvehető. Mindezeknek utána az Úr legyen továbbra is a mi gyülekezetünknek őriző és megtartó pásztora. Isten tiszteletünk végeztével pedig énekeljük a 264. dicséret első és ötödik versét. A 264. dicséret első és ötödik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Végezetül vegyük Isten áldását. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcáját ti felétek, és adjon ti néktek békességet. Amen.